Szavaztok, bátyák! Szavaztok, bátyák! Megszavaztátok Instagramon, hogy főzök, sütök, hasonló. És jobbnál jobb ötletek jöttetek tőletek. És végül úgy döntöttem, hogy egy olyat fogok nektek csinálni, amit egyszer-kétszer már sikerült megcsinálnom, és sütemény. Nem száraz, hanem ilyen hideg. Tehát nem kell se sütni hozzá, semmit se főzni. Kezdjük! Szóval, ami kell hozzá, 2 darab 500 g tejföl, aztán csoki joghurt, csak hát nem volt ez a klasszikus rajó csoki joghurt, úgyhogy tejfölös csoki joghurtot vettem, hát csak lesz belőle valami. Üzenet jött, de jó. Akkor kell hozzá majd 150 ml tej, rendes cukor, vaníliás cukor, lahacska, ahogy a magyarok mondják, és hát kekszen a tészta igazából bele. Bebe keksz, méghozzá csokis bebe keksz, de nem volt csokis, úgyhogy ilyen klasszikusat hoztam, hát ebből is meg lehet csinálni. Aztán kell hozzá turmixoló, 2 kanál tudjunk keverni vele, 2 tál, ami megint csak a tejszínhabot és a tejfölös krémet fogjuk csinálni hozzá, és engedhettem ki, és hát amiben csináljuk az egészet. Na, fogjuk az egyik tálat, még a kéket, és belerakjuk a 2 tejfölt. Jó, tehát van benne a 2 tejföl, a joghurt, akkor kell bele a vaníliás cukor, 1 darab. Ezt a belakakonítjuk, hogy olyan édes lesz, mert ugye pürik most a különösen szereti. És a cukor. 2 kanál cukor van előírva, de én egy jó púpos 2 kanál cukrot rakok bele, mert egy jó édesen szeretem. Összekeverjük. Ah, milyen meglepő. Nagyon darabos. Jó, nem baj, ez az ízben nem számít. Oké. Okay. Jó, ha ez megvan, akkor fogjuk a tálat, amit fogjuk összerakni, és belepakoljuk a bebetegszet. Hát én 2 csomagot vettem, hát remélem, hogy elég lesz, mert nem akkor nem lesz jó irány. Jó, és akkor folyamatosan elkezdjük pakolni. Ha ez megvan, akkor adunk neki egy kis szószt. Kész van, elrakjuk a szeletet, nagyon jó. Jó, akkor 150 ml tej kell, ugyanis fogok csinálni a tejszínhabot a tetejére. Úgy kell, hogy 150 ml, és utána ez. Jó, igen, belerakjuk ebbe a zöld, aztán el tudjuk, kicsit fel tudjuk habosítani, vagy nem tudom, fel tudjuk keverni. Bele a por.
Ez most komoly? Jó, benne van. És akkor megyünk turmixolni. Na most ezt ráöntöm, utána elkenem. Szóval ez ilyen habos cucc lett. Nem tudom, ennek így kéne kinézni. Ez tök jó. Jó, hát igazából elkészült a cucc, ez ilyen... Jó, úgy néz ki, hogy kijel kellene. Most akkor igazából mondjuk kezdve berakjuk a hűtőbe, várunk 24 órát, és megmutatom, hogy milyen lett. Mondtam, hogy 24 órának kell eltenni ahhoz, hogy ez így megkeményedjen, meg a tészta is kicsit megpuhuljon. Hát nem 24, hanem 48 óra telt el, és sütemény is kicsit megfogyatkozott, mert hazajöttek a többiek, és ízlett nekik, de József az nem evett belőle, úgyhogy a Józsefet mindjárt leteszteljük, hogy bírja ezt a süteményt. Na, megjöttünk! Sziasztok! Sziasztok! Hello! Jól néz ki? Gyönyörű! Na, hát akkor jó, hogy fejt kívánok! Még mielőtt megkóstolom, és ha belehalok, minden örökségemet ráthagyom. Köszönöm szüleimnek, hogy itt lehetek. Ne szórakozz, már elfogyott az egész. Hallod, megették anyuék ma három évét. Mit raktál? Cukrot, meg... Por, mi? Vaníliás cukrot, meg... Tejfölt, az tejfölös sütit, azt szeretett, hát ez tejfölös. Mahány. Na és hogyha azt mondom, hogy 5 pontból mennyi pont? Hát 5 pontból 4,5, de csak már nem a mama csináltam. Mert a mamája a legjobb. Hogyha ti is szeretnétek kipróbálni, akkor az utasítások szerint a 4 csináltam. Köszönöm, hogy szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha szeretnétek hasonlót, akkor lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Sziasztok! Okay.